Lábon állt a kukorica gyulatanyán augusztus közepén. Ezen a területen jó állapotban van a növény, mert tudták öntözni a földet. Ahol viszont nem, jelentősen csökkent a termés átlag. Újfehértó polgármestere azt mondta, a városi földeken nagy kárt okozott az aszály. Termelőkkel beszélgetve ez az éves kritikus. Azok a gazdák, akik tudtak öntözni, ők olyan 20-30%-os terméskiesésről beszélnek, viszont nagyon sok olyan gazdával beszéltem, akinek 100%-os a kára, hisz az időjárás viszontagsága miatt nem tudtak betakarítani, kénytelenek voltak betárcsázni, beszántani a földjüket. Hát bízunk benne, hogy az őszi vetés szántás előtti időszakban még azért lesz egy jelentősebb csapadék, és akkor a gazdáink is a jövő évre már jobban tudnak felkészülni. A helyzet nem egyedi, az ország szinte egész területén komoly károkkal kell számolni a gazdáknak. Azt látjuk, hogy ez az aszály rendkívüli időszak teremtett a mezőgazdaságban, az agráriumban. Olyan rendkívüli aszály alakult ki, amelyre korábban nem volt példa. A kapás kultúrájú növények, a kukorica, a napraforgó van még lábon álló növényként a határba, gyakorlatilag oly mértékben sújtja a növényeket, hogy megkérdőjelezi annak betakaríthatóságát. A kalászos növények betakarításával ideje korán végzett az ország gazdatársadalma, kevesebb is lett a várt termésnél a hozam. A jó hír az, hogy elegendő mennyiségű termet, amely biztosítja az élelmiszer célú, illetve a takarmányozás szolgáló részét. Viszont a kapás kultúrák esetében ez a rendkívüli időjárás, ez a folyamatos hőség, csapadék nélkül ellehetetleníti a lábon álló növényeinket. Nem csak a szántóföldi növények esetében, hanem a zöldség és gyümölcskertekben is jelentős hozameséssel számolnak a termelők. A nyírség vízpótlására a kormány megbízásából készül átfogó terv, amely megoldhatja a térség problémáit. A kormány mintegy 2,8 milliárd forinttal támogatta az ilyen módú törekvéseket, megbízta a Víziterv Kft-t, hogy a nyírség vízpótlásának a tervét készítse el. A mérnökök, a szakemberek ehhez hozzáláttak. Reméljük, hogy néhány éven belül ez a probléma, ez már múlt időben említendő, vagyis én azzal számolok, hogy habár a vízpótlás megépítése mostani folyóáron mintegy 104 milliárd forintba kerül. Ezt az ország teherbíró képessége fogja engedni, hogy megépítsük. Máskülönben a nyírségnek a jövője az kérdéses, hiszen a talajvíz 5-6 méter csökkent. Az egynyári ültetvények ugye jószerével kimentek. Szeretnénk elkerülni azt, hogy az erdőink is hasonló sorsra jussanak, ehhez pedig víz kell. A kormányzat a károk enyhítésére aszályvédelmi operatív törzset alakított, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a termőterületeket. 5 különböző intézkedési területet jelölt meg, hogy megsegítse a gazdákat abban, hogy túléljék ezt az évet és legyen jövő, lehessen újra vetni a következő időszakra vonatkozóan. Az első, mely már életben lépett része volt a hitelmoratórium, hogy át tudják ütemezni a gazdálkodók a hiteleiket. A második pedig a szálas takarmányt, azon áll a kérődző állatoknak szükséges szálas takarmányra vonatkozó szállítási költségeknek a hozzájárulását tartalmazta. És mindemellett számos intézkedéssel dolgozunk a kárenyhítés csökkentésére, akár a jogszabályi, akár pedig a kárenyhítési alapnak a felügyeletével és annak hozzárendelésével. A hét elején ugyan némi csapadék esett, de még mindig kérdéses az ősszel betakarítandó kultúrák hozam kiesése. Mivel a takarmánynövények mennyisége is csökkent, így a húsok és hentesálók piacán is várható visszaesés.